Mi a boldogság? Szerintem megtalálni azt, amit szeretünk, és életünk végéig azt csinálni. Mi a szabadság? Az, hogyha az ébredésünk pillanatától egészen addig, amíg lefekszünk aludni, azt csináljuk, amit szeretünk, és minél kevesebbet abból, vagy lehetőleg semmit, amit utálunk. Ne félj hát a keresés útjára lépni, ne adj teret a belső hangoknak, és legfőképpen ne félj a kudarcoktól. Az életünk legnehezebb időszakaiban derül ki az, hogy kik is vagyunk, és mire vagyunk képesek valójában. A 2020-as év, a pandéma az egyértelműen olyan volt, ami kikezdte a komfortzónánkat, kimozdított minket, és olyan dolgokra sarkalt minket, olyan gondolkodásmódba tett, amit lehet, hogy eddig sohasem kellett megtennünk. Vannak, akiket óriási tragédia ért. Én is ismerek közvetetten olyat, akik akár elvesztettek szeretteiket a COVID miatt. Vannak, akik elvesztették az állásukat, nem tudják, hogy álljanak talpra. Hallok olyan egyedülálló szülőkről, akik azon túl, hogy home office-ba próbálnak helytállni és harcolni a munkájukért, mellette egész napot kell, hogy legyenek a gyerekeikkel, vagy a gyerekükkel, és segíteni nekik tanulni. Őszintén el sem tudom képzelni, hogy ez milyen lehet. De szeretnék arról beszélni, hogy vannak olyanok, akik ezt egy lehetőségnek tartották, és baromi jó évet zártak, nagyon sok minden történt, amire ugye azt szokták mondani, hogy ha citromot dob az élet, akkor csináljunk limonádét. És tényleg ezt annak a margóján mondom, hogy bele se tudom képzelni magam azoknak a helyébe, akiket olyan tragédiák értek, mint amiket említettem. De megtehetjük azt, hogy amikor valami rossz, mondjuk ha elvesztjük a munkánkat, akkor elkezdjük magunkat fejleszteni, még jobban networkölünk. Sosem éltünk olyan korban, amikor ennyire egyszerűen, akkor is, hogyha elszakadunk, közel kerülünk egymáshoz. Megtanultuk azt, hogy hogyan lehet úgy is hatékonyan dolgozni, hogy nem vagyunk egy léptérben, hogy hogyan lehet tanulni úgy, hogy nem feltétlenül az iskolapadban ülünk. Én, amikor az első hullám bejött, akkor megtanultam zenélni, elkezdtem fejleszteni magamat videózásba, nagyon komoly önismereti, átgondolási fázisba kerültem, és őszintén jobb volt a 2020-as év, személyes szinten, mint a 2019-es. Bármit is ad az élet, az, hogy mi mit kezdünk vele, és mi az a lehetőség, amit belelátunk abba a borzasztó, első látása negatív dologba, az viszont rajtunk múlik. Ha félsz valamitől, legyen az a jövőd, vagy egy döntésednek a következménye, egyszerűen foglald le magad, és kezdj el cselekedni. Csináld! Ezáltal hallani fogod a kattogást, ahogy mész előre. A lényeg, hogy sose állj meg. Csináld, menj előre, haladj. Engem Szántó Péternek hívnak, és hát már nem napi vlognak nevezném, mert szerintem az utolsó videóta jó pár hét eltelt, de lehet, hogy ezt egybe látod, vagy most találkozunk először. Az apropó az volt, hogy csináltam egy napi vlogot, mert megjelent egy könyvem a HVG kiadásában, Válj valóra, én már a hatékonyság növelés, lifehack-eket tettem bele, és úgy gondoltam, hogy még a hangos könyv várat magára, viszont csináltam egy videósorozatot belőle, aminek ezek a kockák, ez a videó az záró gondolatai. Minden a leírásban amúgy elérhető, most berakok egy intrót, és így, most ez nem egy ilyen pörgős vlog, csak te meg én beszélgetünk. Kezdjük el! Akkor érem el a célomat ezekkel a videókkal, a könyvvel, hogyha a gondolatok által közelebb kerülsz ahhoz, hogy tudod, hogy mit szeretnél az életben, és elkezdesz cselekedni, hogy valamire ez rávilágít, gondolkodás, a cselekvése sarkal, és minden porcikádba át tudod érezni azt, hogy igen, én ezt szeretném csinálni. Hiszen minden, ami közted és az álmaid között áll, az kemény munkával és önfejlesztéssel elérhető, és ettől fog megjönni a motivációd is. A megoldás ezúttal is
ugyanaz, amit már sokszor elmondtam, és még el fogok mondani, hogy csináld. Gondolj csak bele, az éhséged csillapításának is egy módja van, hogy egyél. A motiváció is valahol ilyen, ahhoz, hogy megjöjjön, cselekedni kell. Jöjjön néhány szám. A könyvben felhasznált legkorábbi jegyzetem valahol a 2000-es évek közepéről való. Az első jegyzetfeldolgozás 2015 nyara. 2018. augusztus 1, amikor elkezdtünk kezdeni a magyar verzión. Két évvel később, több mint két évvel később, 2020. október 3, amikor kezembe foghattam a megjelent, kiadott könyvemet. 406.592 karakter, 496 Word oldal, 352 oldal könyv, amit a kezembe foghatok, 85 kávé, 42 chai latte, és az itthoniakat nem is számolom. 95 órám ment bele csak a könyvnek a szerkesztésébe. Négyszer fagyott le a Word, az nem is olyan sok, csak három oldalt vesztettem el. Rengeteg minden történt ez alatt az idő alatt. A startupom milliárdos értéken kapott befektetést, három kontinensen adhattam elő, Amerikában például a South by Southwest-en, a Lean Startup Week-en, Kínában, Európa szerte. Meg tudtam venni az első ingatlanomat, elindítottam a YouTube csatornámat, egyre közelebb kerülök, hogy életemben mit szeretnék csinálni, hova szeretnék eljutni, és mindezt úgy, azzal a nyugalommal és magabiztossággal, hogy nem tudhatom, hogy hol leszek 5 év múlva. Nem tudnék egy állásinterjún erre a kérdésre válaszolni, hogy hol látom magam. Hiszen ahogy 10-15 éve mondjuk YouTube sem volt, honnan tudhattam volna én egyetem alatt azt, hogy lesz egyszer egy YouTube csatornám. Nem tudhatjuk, hogy hogy változik az élet, hogy milyen kihívásokat hoz. Amit viszont tudhatunk, hogy mi hogy fejlesztjük magunkat, és hogy bármi jön, akár citrom, akár már a limonádé van ott, a legjobbat hozzuk ki belőle, és nincs olyan, hogy a pohár félig üres. Mert akkor is a másik fele az levegő, tehát úgy kell hozzáállnunk az élethez, hogy tele van. Szóval lényegében felnőttem, és markáns változásokon mentem túl. Rengeteg olyan dolog van, amit ha visszamehetnék az időbe, biztos egy ilyen kis pofont adnék saját magamnak, és nagyon másként csinálnék, és megbántam, de azok kellettek, hogy azzá váljak, aki vagyok, és azokkal a fájdalmakkal, nehézségekkel, élményekkel, akár pozitív, akár negatív, ezekkel kell együtt élnem. És ennek nagy részét pont a könyvben, a vlogban igyekeztem átadni, a tanulságokat, a forrásokat, hogy bármit is tényleg, bármit is dob az élet, hogyan lehet tovább és tovább fejlődni és előre nézni. Nem hinném, hogy létezik egyetlen életigazság, hiszen hogyha létezne, akkor mindannyian az álom életünket élnénk, és egyforma lenne, és unalmas. Egyszerűen mindenkinek meg kell találnia a saját maga útját, hogy mi az, amit ő szeret, hogy az hogy tudja elérni, hogy tud kiteljesedni. Ehhez pedig hozzátartozik, hogy amire nincsen ráhatásunk, amin nem tudunk változtatni, azzal békéljünk meg, engedjük el. Az viszont tőlünk függ, hogy mire fókuszálunk. Képzelj el egy szobrot. Amikor egy művész megalkotja a szobrot, akkor nem a forgácsra, a törmelékre fókuszál, hanem a műre, amit alkot. Ez a te döntésed, a mi döntésünk, hogy a negatívra fókuszálunk, vagy a pozitívra. Hogy mit tudunk kihozni egy adott helyzetből. Valahol hallottam, hogy a hála a legjobb fizető eszköz. Most szeretnék köszönetet mondani, ilyet még a vlog életében nem tettem, de mivel a könyv hasábjaim van, szeretnék köszönetet mondani, és egyértelműen a szüleimmel, a családommal szeretném kezdeni. Sajnos nem mindenkinek adatik meg, hogy egy olyan szeretetteljes és támogató közegben nőjön fel, mint én. Anyu, apu, életet adtatok nekem, és meg is tanítottatok arra, hogy hogy kell élni. Annyi mindent kaptam tőletek, hogy egy külön könyv is kevés lenne ahhoz, hogy ezt összefoglaljam. De a legfontosabb az az őszinte összetartás és a feltétel nélküli szeretet. Hiszek benne, hogy szerencsések nem csak úgy leszünk, hanem megcsináljuk a szerencsénket.
valahogy ugyanígy tekintek a barátságra is, hogy nem csak lesznek, nem csak kiérdemeljük őket, hanem tenni kell értük. Akkor is, hogyha valaki a születésem óta van velem, vagy csak néhány éve ismerem. Végighallgatjátok a sok kattanásomat, bírjátok a hülye humoromat, és nem csak akkor vagytok mellettem, amikor valami örültséget csinálunk, vagy sírásig nevetünk, hanem az élet nehéz pillanataiban is. Akár minden nap beszélünk, akár hosszú idő után ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Sorrend nincs, neveket sem kell mondanom. Egyszerűen köszönöm, hogy vagytok, köszönöm, hogy vagy. Talán a legfontosabb az, hogy átgondolt, hogy mi az, amit képes vagy egész nap csinálni úgy, hogy imádod minden pillanatát. Figyelj a belső hangodra, és nézd meg, hogy valóban azon az úton jársz-e, amin szeretnél. Találd meg az igazi szenvedélyedet, amiben elég jó vagy, hogy aztán szuperkuponyákon közösen azzal töltsd az életet, hogy ezt a mezőt kiaknázzátok, amennyire csak tudjátok. Ez maga a boldogság. Érzed, tudod, hallod, látod, hogy azt csinálsz, amit szeretsz, és minél többet belőle úgy, hogy közben a rosszat, a negatívat teljesen ki tudod zárni, de legfeljebb minimalizálod. Remélem, hogy találtál némi inspirációt és néhány eszközt ezekben a vlogokban vagy a könyvben, és hogy segíthettem neked egy belső hangodat, érzésedet, vágyadat a valóságban kiteljesíteni. Még rengeteg érdekesség lesz a csatornán, igazából hihetetlen mennyi minden történt a könyv megjelenése óta, ami talán nem is szigorúan a könyvhöz kapcsolódik, de mégis annak köszönhető, hogy cselekedtem, és ezek a változások legalábbis szakmai szinten mindenféleképpen ahhoz vezettek engem is, hogy megtaláljam, hogy mi az, amit a legjobban szeretek, mi az, amiben ki tudok teljesedni, és úgy érzem, hogy értéket adok, és ezt három részre tudom tenni. Az egyik a videózás maga. Elkezdtem nagyon mélyen fejleszteni magam, és beruházni videózásba, image videók, sztorik, készítésébe, és szeretnélek ebben az útban titeket is a társamnak tudni, és betekintést adni behind the scenes-el, hogy építek fel valamit, hogy alkotok, hogy kreálhatok, hogy közvetítek valamit, amiben hiszek, hogy nem csak számomra, hanem a célcsoportnak is érték tud lenni. És itt jön a másik dolog, hogy olyan digitális projektekben, vagy digitális projekteket vezetni, ahol az óriási káosz, tényleg pillanatok alatt helyre tudom tenni, és egy rendszert kialakítani a tapasztalatomnak és a stratégiai gondolkodásomnak köszönhetően. Az a kérdés számomra és saját magad számára is azt tett fel, hogy hol tudunk a legnagyobb értéket adni, és én úgy gondolom, hogy ezeken a területeken, a brandingben, a digitális projektmenedzsmentben és a videókészítésben, mert egyszerűen imádok alkotni az alkotás. Az alkotás az, ami éltet, és például ugye ezt télen veszem fel, szürke az idő, nincsenek színek, és már hetek óta nem csináltam videót, de a napokban kimentünk dobogókörre, ami gyönyörű, fehér, és amikor megcsináltuk a felvételeket, nem bírtam magammal, és két napon keresztül csak az editálással foglalkoztam. Ugye megint az alkotás szerintem kb. Csak 5 óra a sound designra, tehát az effektezésre, meg ilyesmire ment el. Holnap, vagy holnap után fel fogom tölteni, és megmutatom. Ez lesz az első, ami a videóalkotás terén megosztok, ami nem csak egy vlog, vagy nem csak egy élmény, hanem egy film kvázi, amit készítettem, egy érzés, amúgy egy ilyen nagyon szinematikus, egy horror, akciófilm, tél, feszültség, és lesz benne egy spoiler, ezek egy különlegesség ugyanis Oszkárral, aki a 2019-es és 20-as FPV drón országos bajnok, vele mentünk, és olyan brutál felvételeket csinált, és az is benne lesz, ahogy ezt a kettőt, amit én videóztam meg, amit ő csinált, egy sztoriba, egy élménybe bele tudtuk csomagolni, és nagyon sok ilyet szeretnék, amikor mondjuk egy projekten dolgozom, megmutatni a behind the scenes-t, hogy készül, hogy editálok valamit, milyen kurzusokon, miket tanulok, úgyhogy rengeteg ilyen lesz a csatorna életében, úgyhogy ha
eddig nem tetted volna, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, és a csengőt is nyomd be, mert nagyon remélem, hogy ezen az új, vagy V2, vagy V akárhányadik verzióban találkozni fogunk, és elkísértek az utamon, én pedig értéket tudok adni nektek a videókon keresztül. Ha szemfüles vagy, láthatod, hogy már sötét van, hát persze, hogy a legjobbkor merül le a kamera, úgyhogy pár órával később veszem ezt fel, de folytassuk! Ha van kedved, akkor nézd meg az új weboldalamat, szántó.co, nem .com, nem .hu.co. Ezt is az elmúlt hónapokban készítettem el, és benne van mindaz, amit amúgy most így elmondtam, mivel szeretnék foglalkozni. Tréningektől, mentorálástól kezdve, stratégiaalkotásig, a könyv is ott van, az online kurzusaim, a branding, énmárkaépítés, a videózás, tartalomgyártás, tartalompiramis, és jó pár ingyenes ajándék is van, például megcsináltam magyarul a Business Model Canvas-t, ugye a hatékonyságnövelés kapcsán is, ami amúgy a könyvben is benne van, de ingyen letölthető egy rész belőle az oldalomon, ami 18 kérdés, ami megváltoztathatja az életedet, tényleg nagyon durva kérdések, csak akkor töltsd le, hogyha kész vagy szembenézni olyan területekkel, részekkel az életedben, amikkel lehet, hogy eddig nem foglalkoztál. Videózás tekintetében ott vannak ingyenes kurzusok és különböző anyagok, amiket megosztottam, és a tartalomgyártás kapcsán, hogy hogyan lehet, hogyha csinálunk egy fő tartalmat, különböző részegységekre bontani, és ezt disztribútálni a megfelelő csatornákon, megosztani, és egy tartalomból különböző verziókat elkészíteni az adott platformra megfelelően, és hogy ez hogy erősítheti magát. Ez is egy ingyenes letölthető anyag, és nagyon ajánlom. Ha pedig a branding, az én márka téma érdekel, akkor a titkos csodamondatot, ami ugyanúgy a könyvben benne van, de ugyanúgy elérhetővé tettem ezt a honlapomon, a brandingen belül, hogyha belemész a márkázás részbe, ott van egy ingyenesen letölthető positioning statement, titkos csodamondat, ajánlom, hogy nézd meg. Valamint a könyvemet is, hogyha kedvet kaptál akár a vlogokból, vagy ebből az epizódból, akkor menj fel a válvalóra.hu-ra, és itt tudod a legolcsóbban megvenni, de nem is szerintem a pénz a legmotiválóbb, hanem amúgy, hogy dedikálom már, hogyha bárkinek ez akármilyen motivációt is jelent. Amit viszont mindenféleképpen ajánlok, hogy most mind a könyv kapcsán, ez az új fejezet az életemben kapcsán kitaláltam azt, hogy egy fél órás ingyenes konzultációt biztosítok bárkinek, aki jelentkezik. A szántó.co-ra, hogyha felmész, akkor be tudod írni a nevedet, az e-mail címedet, és be tudsz foglalni, látod a kalendáromat, úgyhogy szerencsés vagyok, mert elég drága órabérrel tudok projektekben részt venni, ezt viszont ingyen remélhetőleg értékként tudját, értéknek veszitek, értéknek fogadjátok, és ezt ingyen adom azért, hogy talán egy-két gondolat erejéig ne csak a vlogon keresztül, meg a könyvön keresztül tudjak nektek segíteni, hanem akár tényleg beszélünk egyet telefonon vagy Zoom callon. Nem maradt más hátra, mint hogy állítsd meg ezt a videót, persze csak azután, hogy feliratkoztál és a csengőt is benyomtad, és csináld! Válj valóra! Köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm, hogy megnéztél, remélem még találkozunk. Szia! Sziasztok!